Március 16-a és 20-a között szervezték meg a Nemzetközi Curling Vegyes Páros Kupát a Kamara Erdei Curling Klubban. A tornán 16 duó vett részt, többek között a kétszeres világbajnok és címvédő, Palancsa Dorottya, Kis Zsolt párosa, valamint a korábbi VB ezüstérmes Szekeres Ildikó Nagy György kettőse. A résztvevők között volt a korábbi világbajnok, illetve az orosz, svájci és svéd páros is. Osztrák, lett, lengyel, román, skót kettősök is indultak a tornán. Ez a verseny volt világbajnokaink utolsó felkészülési tornája az áprilisi svédországi VB előtt, amely már beleszámít a 2018-as téli olimpiai játékok kvalifikációjába, mondta Kis László, a Magyar Curling Szövetség főtitkára. Tavaly júniusban a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elfogadta, hogy a vegyes páros az olimpia, a téli olimpia hivatalos programjába kerül, és ez a verseny lesz az első kvalifikációs tornája az olimpiára jutás lehetőségének, ugye a 2016-os és a 2017-es világbajnokság kvalifikál az olimpiára. Ez azért is fontos számunkra, mert ha jól szerepelnek a bajnokaink, akkor lehetőség nyílik arra, hogy 2018-as koreai téli olimpiára kijussanak, és esetleg ott egy sikeresebb szereplés esetén akár érmet szeretszenek. A curling, azaz a jégteke csapatjáték, a téli sportok egyike. A játékot két csapat játsza, mindkét csapat 8-8 követ csúsztathat a jégpályán egy kijelölt kör alakú mezőbe. Az a csapat nyer, amelynek kövei a legközelebb esnek a kijelölt kör középpontjához.